Nyáron gyakran számolnak be a meteorológusok arról, extrém magas UV-sugárzás éri bőrünket és vele együtt a szemünket is. A testünket ruhával és napvédőszerekkel meg tudjuk óvni, szemünkre viszont napszemüveget kell tenni annak érdekében, hogy látószervünk ne károsodjon. A szemnél nem a leégés jelenti a veszélyt, hanem a hosszú távú romboló hatások, a szemkáprázás és az, hogy erős fénynél sokkal rosszabbul látunk. Az UV-sugárzás károsítja a szem ideghártyát, illetve a szemlencsét is úgy, hogy később szürke hályog alakulhat ki, de a szemideggyulladás is előfordulhat. Éppen ezért elengedhetetlen egy jó minőségű napszemüveg. Tökéletes napszemüveg alap ismerve az, hogy nagyon jó az UV védelme, ezt már amúgy mindenki tudja. Ezen kívül jó, hogyha polarizált lencsével rendelkezik, sokkal tisztában látunk egy polarizált lencsés szemeggel, sokkal jobban tudunk közlekedni biztonságosabban a forgalomban, mert azokat a zavaró tükröződéseket is kiszűri, amit egy normál napszemüveg nem. Nagyon jó legyen a kontrasztfokozó hatása. Ez azt jelenti, hogy a mélységélességeket is jól fel tudjuk mérni egy ilyen szemüveggel, illetve ami szerintem még nagyon fontos, hogy a színvisszaadó képessége tökéletes legyen. Egy igazán jó napszemüvegnél, ami a természetben piros, az a napszemüveglencsén keresztül is piros, nem bordó lesz, nem változtatja meg a színét. Aki látáskorrekcióra szorul, annak sem kell lemondani a napszemüvegről, hiszen kontaktlencse mellett lehet viselni napszemüveget. Számos gyártó foglalkozik dioptriás napszemüvegek gyártásával, de ma már olyan gyógyszemüveg keretek is vannak, amelyekre egyszerű mozdulattal rá lehet pattintani egy polarizált, sötétített előtétet. A napszemüveg viselése elsősorban nem divat, hanem szükség, így már az egészen kicsi gyerekek szemét is meg kell védeni a napkáros sugaraitól. Kereskedelmi forgalomban kapható műanyagból készült gumipánttal ellátott bébi napszemüveg, amelynek viselése biztonságos a babáknak. Napszemüveget vízpart mellett fokozottan érdemes hordani, hiszen a vízről visszatükröződő fény tovább irritálhatja a szemet.